Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request, a Deloitte üzleti podcast sorozata. Bányi Csanád vagyok, a műsor házigazdája. Rendhagyó adásra jelentkezünk, hiszen a Maradj Otthon felhívás jegyében természetesen mi is most mindannyian home office-ból dolgozunk, és így veszük fel ezt az adást is. A mai témánkat is befolyásolja a koronavírus járvány, illetve a járvány okozta gazdasági helyzet, hiszen a tavaly indított növekedési kötvényprogramról fogunk beszélgetni, amely az utóbbi időszakban jó néhány módosításon esett át. Érdemesnek tartottuk tehát azt megvizsgálni, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben mit kínál az NKP. Ebben lesz a beszélgető társam Szott Márton, a KNTH Bank Corporate Finance vezetője, Nagy Gábor, a KNTH Bank Corporate Finance senior szakértője, valamint Alsala Melinda, a Deloitte Legal ügyvédiroda bankjogi és finanszírozási csoportjának ügyvédje, és Pósfai László, a Deloitte pénzügyi tanácsadási üzletágának igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtátok a felkérést. Kezdjük egy gyors visszatekintéssel. A növekedési kötvényprogramban a 2019-es júliusi indulás óta közel 20 társaság már sikeresen bocsátott ki kötvényeket, és számos más céggel folynak egyeztetések. Az MNB-nek az értékpapírvásárlásra rendelkezésre állítottak 300 milliárdos keretösszege, az idei év elején megemelésre került 450 milliárd forintra. Mit mutatnak ezek a számok? Hogyan értékelitek az NKP-s tapasztalatokat? Alapvetően úgy látjuk, hogy ez a bankszektor számára azért egy viszonylag nagy volumenű és nagy lélegzetű program, ami elindult. Nem is az alap eredeti 300 milliárdos keret, vagy akár ennek a 450 milliárdra emelése, sokkal inkább az a szemléletbeli váltás, hogy a bankokat arra késztetik, hogy az eddigi hitelezési tevékenységük mellett egy sokkal lazább, sokkal kevésbé kontrollált forrásbiztosítási folyamatban vegyenek részt. Ezt azért be kell látni, hogy a magyar bankszektor az elmúlt 10 évben egy nagyon jól működő és nagyon precíz credit management rendszert dolgozott ki, amiben nem illeszkedik bele az, hogy kötvényeken keresztül finanszírozzák a hazai gazdaság szereplőit. Mi minden ügyfelünknek azt szoktuk mondani, hogy meg kell találni a kötvénynek a helyét a finanszírozási struktúrájában, és ez az, amire a bankok, mint befektetők is törekednek, hogy olyan ügyletekben vegyenek részt, ahol egy egészséges arány alakul ki az ügyfelnél a rövidebb, kevésbé rugalmas, rövidebb, rugalmasabb, illetve a hosszabb, kevésbé rugalmas finanszírozási struktúrák között. Tegyük hozzá, ne felejtsük el, hogy azért a bankok azok nem tipikus kötvénybefektetők. Ugye a tipikus kötvénybefektetők olyan intézményi befektetők, akiknek nagyon hosszú forrásaik vannak, ilyenek a biztosítók, befektetési alapok, nyugdíjbiztosítók. Egy banknak ezt értelmezni kell, mikor kijön a saját komfortzónájából, és megpróbál értelmezni, 10 év azért már hosszú lejárat, különösen fix kamatozásnál, és ebbe ügyesen kell eljárnia, kitalálnia, hogyan tud mozogni ilyen körülmények között. Ugye, amit említettetek, hogy a banki oldalról ez egy új dolgság volt, vagy új forma, amit meg kellett találni a helyét. Én azt látom, hogy emiatt fontos az, hogy egyébként a Nemzeti Bank ugye részt vesz a programban, mint kötvényvásárló, ugye jelentős részét le tudja jegyezni a kötvényeknek. Tehát ez szerintem mindenképp fontos volt, pont az általatok említettek miatt, hogy ez így induljon az a program. Ami még látszik itt az elmúlt, hát mondjuk úgy, hogy fél, 3-4 évben, amióta ez a kötvényprogram elindult, hogy az eltelt egy kis idő, a tavasz végén, nyár elejé bejelentés óta, amíg eljutottunk ugye az első kibocsátásokig. Volt egy nagyobb hullám itt az elmúlt év utolsó negyedévében. Utána mindenki azt várta, hogy amikor meghosszabb vagy megnövekedett a keret, akkor egy olyan újabb hullám érkezik. Nyilván ennek hatása volt, vagy erre hatással volt az is, hogy a gazdasági lassulás meg a vírus helyzetre némileg hatással van, de ami látszik, hogy ebben a környezetben is azért voltak most sikeres kibocsátások az elmúlt hetekben. Hát én azt láttam, hogy a kezdeti bizonytalanságok után ezt a programot azért magáévá tette a bankrendszer is valamennyire, már az ügyfelek is. Itt inkább az a kérdés, hogy most a mostani helyzetben ez az újabb hullámok, ez mennyire jelennek majd meg kibocsátásokban
rétingekben. Csak egy gyors felgondolat erejéig, messze menőkig egyetértek abban, hogy az MNB-nek mind programgazdának, mind egy nagyon jelentős, a program definíció szerint legjelentősebb befektetőjének nagyon fontos szerepe van abban, hogy ez sikerrel menjen előre, és sikeres legyen, és megteremtődjön a magyar gazdaság szereplőinek a kötvénypiacon keresztüli finanszírozása. Pontosan az a célja, egy nagyon faramúci helyzetet teremtve, hogy a bankok segítségével építi fel azt a piacot, ami később a bankok számára versenyt fog jelenteni a nagyvállalati körnek a finanszírozásában. Nagyon fontos az, hogy ők ezt helyes ütemérzékkel és helyes arányérzékkel kezeljék, és azt gondolom, hogy eddig ez többé-kevésbé sikerült is. Ha már önző módon szóltunk a befektetőkről, a bankokról és az MNB-ről, ugye ne felejtsük el, vannak a kibocsátók, akik azt gondolom, mikor megismerkedtek a programfeltételekkel, alapvetően örültek, hogy van egy ilyen lehetőség. Nyilván próbálták kitalálni, hogy melyiküknek való, melyiküknek nem, mert azt már az elején érezték, hogy ez egy hosszabb folyamat felkészülni egy kötvénykibocsátásra, nem annyira egyszerű, azt gondolom, amennyire egy hitelfelvétel. Úgyhogy ők érdeklődve várták, hogy merre megy ez a program, és továbbra is figyelik ennek az alakulását. Amit érdemes az NKP-val kapcsolatban megemlíteni, szerintünk az még a programnak a hozadéka, amit már ti is említettetek, hogy gyakorlatilag az NKP elindítását megelőzően Magyarországon nem igazán volt vállalati kötvénypiac. Nagyobb bankok bocsátottak ki kötvényeket, vállalatok kisebb-nagyobb sikerrel próbálkoztak ugye kötvénykibocsátással, és az való igaz, hogy ugye az NKP-nak vannak speciális feltételei, mint például a hitelminősítés, ami talán az egyik legnagyobb kihívás, amivel a kibocsátók szembesülhetnek. Ugyanakkor végeredményben a programon keresztül nagyon sok magyar cég megtanulhatja azt, hogy hogyan történik egy kibocsátás, milyen egy kvázi nyilvános jelenlét, egy sokkal átláthatóbb, jogszabálytudatos működésre tud vagy kényszerül átállni. Tehát itt a növekedési kötvényprogramnak azért van egy ilyen fajta eredménye is, ilyen jövőben mutató célja. Ezzel teljes mértékben egyetértünk. Ugye az MNB a programon keresztül támogatta, segítette a piacot. Egyrészt megtanulni a cégeknek kötvényt kibocsátani, másrészt a bankoknak befektetni, akiknek, ahogy mint már mondtuk, kicsit ez szokatlan terep. És azt gondolom, hogy egy folyamatos kötvénypiaci bővülés révén előbb-utóbb már nem csak a cégeknek a saját bankjai jelennek meg befektetőként, hanem beléphetnek a már előbb említett klasszikus intézményi befektetők is. Kicsit már mindannyian belefűztetek a jövőt, vagy kicsit ilyen prediktív jelleggel. Beszéltek arról, hogy mi várható a programtól, illetve akár a piaci szereplőktől az NKP kapcsán. Egy picit ezt boncolgassuk tovább, hogy akkor elindult egy folyamat, amit alapvetően jónak látok, jónak tartotok, és ennek akár ebben a gazdasági helyzetben, vagy ahova ez még fejlődni fog ebben a helyzetben, a továbbfejlődését várjátok? Azt várjátok, hogy több kibocsátó jelenik meg, vagy egy újabb kör jelenik meg? Tehát miben látjátok most az NKP szerepét? Én azt gondolom, hogy itt egy kicsit ketté kell bontani a befektetői meg a kibocsátói oldalt, hogyha a jelen helyzetnek az értelmezését, vagy a jelen helyzetnek a hatásait próbáljuk meg előrevetíteni. Kezdjük a kibocsátókkal, hiszen mégiscsak róluk szól a kötvénypiac, az ő nevük van ott az egyes tikerek mellett. Nekik alapvetően a jelenlegi helyzetben talán az eddiginél is nagyobb szükségük van, vagy az eddiginél is egy vonzóbb alternatíva az, hogy ők egy fix kamatozású, hosszú lejáratú, jellemzően bullet, azaz a végén egy összegben törlesztő konstrukcióban jutnak finanszírozáshoz, mert ez sokkal-sokkal tervezhetőbbé teszi nekik a jövőjüket. Ugye azok a pénzügyi kovenánsok, amik egy hitelnél megvannak, azok a kötvényeknél jellemzően nincsenek meg, vagy sokkal szűkebb keretek között maradnak. Éppen ezért sokkal nagyobb szabadságot ad az így szerzett forrás a kibocsátónak, hogy működjön. Tehát nekik ez mindenképpen egy,
egy vonzó alternatíva. Nekünk van olyan ügyfelünk, aki már a program legelején azt mondta, hogy azért kell neki egy ilyen kötvény, hogyha jön a következő válság, akkor az ő cége a stabil lábakon álljon. És a következő válság eljött, az ő cége meg stabil lábakon áll, és nagyon boldog. Tehát vannak a kibocsátók oldaláról egy ilyen biztonságkeresésnek a gondolata, és ez abszolút beleillik ebbe. Ha átnevezünk a bankok oldalára, ugye nélkülük nincsenek tranzakciók, mert hiába az MNB-nek a hangsúlyos szerepvállalása, az ő szerepvállalásuk nélkül nem jöhet létre kibocsátás, hiszen a program szabályrendszere is kötelezővé teszi, hogy a kibocsátáskor a Nemzeti Bank legfeljebb az összeg felét jegyezheti le, a másik felét azt piaci befektetőknek kell, de azt már beszéltük, hogy ők jellemzően a kibocsátónak a meglévő bankjai. A bankok oldaláról mi azt látjuk, hogy a fontolva haladás az még inkább jellemző, és még inkább jellemző az, hogy sokkal jobban megfontolnak egy-egy hiteldöntést, vagy egy-egy befektetési döntést, és sokkal inkább keresik a kapaszkodót, keresik azokat a biztonsági lehetőségeket, hogy az ő érdekeik védve legyenek. Ez nem jelenti azt, hogy a bankok elfordulnak ettől a programtól, de azt mindenképpen várjuk, hogy általában az egész bankrendszer az még körültekintőbben fog hitelezni a jövőben. Annyit tennék hozzá ehhez, hogy beszélgetünk ügyfelekkel itt az érdeklődés kapcsán, hogy ez hova vezethet itt a jelenlegi helyzetben. És én azokat a visszajelzéseket kapom, vagy inkább azt mondom, hogy azt szűröm le a beszélgetések, hogy az érdeklődés továbbra is megvan. Tehát az a komfort eljött, hogy látják a vállalatok, hogy ez működik, és tényleg történnek kibocsátások, most már ugye jelentős számú. Aztán, ha jól emlékszem, ilyen 360 millió milliárd körül van már a kibocsátott mennyiség, tehát jelentős része az eddigi keretnek azért az kibocsátásra kerül, de még van ugye keret. Inkább ott van most bizonytalanság, hogy kettő irányú. Az egyik az, hogy most ebben a helyzetben mit gondolnak a ratingcégek, és igazából ugyanez a gondolkodás van, hogy a maguk a befektetők, ugye említettétek, ez jellemzően bankok, hogy mennyiben van jó időzítés adott esetben most elindulni a kötvénypiac irányába. Az egyik. A másik, meg, amit én még várok, hogy ugye itt voltak sikeres kibocsátások, kedvező áron lehet adott esetben újabb piacokhoz, cégekhez jutni, akiket esetleg jobban megvisel a válság, és ez egy hosszabb folyamat. Tehát én mindenképpen arra szoktam bátorítani a cégeket, hogy át kell gondolni a teljes struktúráját a finanszírozásuknak, beleértve a napi likviditási helyzetet és a jelenlegi helyzetben, meg a hosszú távú terveket, és amennyiben ez mind stabilan összerakható és jól alátámasztható, mert egy jó sztori, amit adott esetben egy rating cégnek és a befektetőknek is el lehet úgy adni, hogy abból ők is nyerjenek kötvényhozamai által, akkor én szerintem érdemes előre menni, már csak amiatt is, mert maga ez a kötvény folyamat azért egy néhány hónapot igénybe vesz, mire a kibocsátásig eljut az adott cég. Tehát már most érdemes elkezdeni, hogyha majd ez egy V-alakú válság, ahogy sokan várják, amikor felévelőben van megint a gazdaság, vagy legalábbis kezd magához térni jobban, akkor ott a lehetőséget ki lehessen használni, kvázi már ott ilyen a kapujában a kibocsátásnak az adott cég. Ugye előállt az érdekes helyzet, hogy kibocsátók nyugodtan állíthatják, hogy elég jól tudom, hogy a következő 5-10 évben mit fogok csinálni, milyen terveim vannak, beruházok, stb. Amit nem tudok, hogy jövő héten mi lesz éppen. Tehát van egy ilyen rövid távú bizonytalanság. Ugye a kötvény pont a hosszú távról szól, tehát nem olyan könnyű ezt most eldönteni, viszont hasznos, hiszen ez illeszkedik a hosszú távú elképzeléseinkhez. Az biztos, hogy ilyen néhány hét, néhány hónapos távolságon belül kicsit lelassultak a döntéshozók, több szempontot megfontolnak. Ugyanakkor a befektetők szeretnék megtartani a jó ügyfeleiket, tehát ugyanúgy figyelik, legfeljebb kicsit több időt kérnek a kockázatkezelő menedzserek. Még egy dolog okoz most egy pici lassulást, ugye nagyon helyesen a Nemzeti Bank, meg hát a gazdaságpolitika több mentő
programot bedobott, talán van egy kis bőség ebben, nyilván még mindenki értelmezni próbálja őket, és ez nagyon helyes, hiszen ilyenkor ezt kell tenni a válság idején. Ami nehezebb, hogy ezek közül van, amelyik mint egy picikét összecsúszna, nevezetesen mondjuk egy NHP hajrá, ugye a hitelprogram, egy picikét belelóg, mivel hogy 20 évre is, akár fixen is elméletileg föl lehet venni hitelt. Kicsit most nekem belelóg a kötvényprogramba, az NKP-ba. Tehát most mind a kibocsátók, mind a befektetők értelmezik ezt a helyzetet, és megpróbálják kiválasztani a megfelelő eszközt az ő finanszírozásukhoz, illetve hogy mi befektessenek be. Igen, ehhez csak annyit, hogy én is érzek én átfedést egyébként, de azért azt gondolom, hogy nyilván ezért kell jó átgondolni, tehát hogy milyen támogatások, milyen konstrukciók vannak, ha egy cég most abba gondolkodik, hogy akár, ahogy említetted, a jövő heti problémák miatt gondolkodik a finanszírozási struktúráján, likviditásán, vagy akár hosszabb távon, az most érdemes jól átgondolni, jól megtervezni, és úgy rászabni ezeknek az új konstrukcióknak a feltételei szerint a struktúrát. Én azért annyit továbbra is tartok, hogy jellemzően azért a kötvény inkább egy hosszabb távú finanszírozásra vonatkozik. Ugye ott az összege azért nagyobb összeg, nem annyira korlátos felülről, nyilván az MNB részvétele az igen, már az is megemelésre került. Most már 50 milliárdig elmehet az MNB, ami a max. Ugye 70%-a lehet a teljes kibocsátásnak. Az egy masszív összeg, ugye az NHP-nál ez 20 milliárd forint az a keret, ami a maximum, de az is óriási pénz nyilvánvalóan, tehát komoly cégeknek is mind a két program abszolút megfelelt finanszírozáshoz. Ami még különbség lehet azért, hogy egy kötvénynél jellemzően az eddigiekben úgy láttam, hogy azért nem jellemzően, nem a hitelhez hasonló amortizálódó módon történnek a kibocsátások, vagy legalábbis egy jelentős részük, hanem vagy bullet, vagy pedig a vége utolsó években kezd el amortizálódni. Azért ez egy különbség a hitelhez képest, azzal, hogy természetesen a befektető, tehát akár a banki, aki a hitelt nyújtja, akár bank, mint befektető a kötvénypiacon, vagy bármilyen befektető a kötvénypiacon, annak ezt természetesen mérlegelnie kell. Tehát a kötvény kockázatosabb, hosszabb távú, akár nagyobb volumenű, én emiatt inkább az ilyen beruházási célokra gondolnám, hogy jó, az NHP-t az pedig véhetően a jobban lehet a likviditása talán, és több cégnek talán elérhető, amiatt, hogy biztosítékok miatt lehet, hogy könnyebb a hitelezőknek a hiteldöntés, mint egy fedezetlen kötvény esetében. A szívemből beszélsz, én is azt gondolom, hogy nyilván egy hitel és egy kötvény ennyiben alma és körte, tehát rokonok, de azért két különböző műfaj. Ugye ezzel együtt még oda nem jutottunk el most, hogy arra a fejlődési fázisra, hogy aktív szereplőké váljanak a nem banki nagy intézményi befektetők. És ugye amíg a hitelek mögött is a bankok vannak, meg a kötvények mögött is, és ők nagyon otthon samozognak a bankok a hitelek világába, csak van egy ilyen érzésem, hogy amikor ők egy ügyfelet győzködnek, azért első lépésben a hitelt fogják átgondolni. Ennek szólt részben a megérzésem. Mégis akár itt az utóbbi időben bejelentett konkrét feltételmódosulások tekintetében láttok olyan konkrétumot, ami a kötvényprogramot még vonzóbbá vagy vonzóvá teszi egy ilyen esetben, amivel zártad az előző gondolatot? Jó magam, ugye ami változás történt, ugye az elsősorban ez az MNB által megvásárolt maximum összegnek a 20-ról 50 milliárdra történő megemelése, az egy jelentős változás, illetve hogy 20 év a lejárat, vagy a futamidő, a maximális futamidő. Ez a kettő szerintem azért komoly összegek, tehát én azt gondolom, hogy ez elsősorban azon cégeknek lehet egy plusz, akik tényleg a top cégek, tehát méretben nagyobb cégek, és fel tudják azt a kötvényprogramot esetleg arra használni, hogy stabilabbá tegyék a működésüket. Én azt gondolom, hogy a kisebb, és most kisebb alatt is azért nem, tehát a kisebb alatt is azért több milliárdos cégeket gondolok én, árbevételes cégeket,
de az ilyen nagy cégekhez képest, ilyen kisebb cégeknél szerintem ez a változás ez nem jelent igazából a nagy módosulást. Az kérdés nekem, hogy ezek közül, a feltételek közül az, hogy 20 év a futamidő, ez mennyire lesz egyébként a piacon egy elfogadott, vagy egy gyakorlat. Mert azért egy kötvénynél, főleg, hogyha az egy nem amortizálódó kötvény, ott nekem azért van, felmerül a kérdés, hogy van olyan befektető, vagy nagyon jó minősítésnek természetesen kell lenni ahhoz, hogy a befektető ezt a kockázatot vállalja jó áron. Úgyhogy inkább talán azt várom, hogyha lesznek is ilyen futamidejű kötvények, akkor talán ez a bullet payment helyett amortizálódó irányba tud elmenni. Annak a körnek, akit én vártam, hogy az első néhány nagyobb kibocsátás után majd ebben az évben megjelenik, ott szerintem maga ez az összegnövekedés, ez nem egy jelentős változás, inkább a téren nagyobb cégek számára. Ami még változott, hogy amennyiben nem megfelelő a rétingje, tehát igazából réting nélkül is lehet most már kibocsátani az új feltételek alapján. Magyarán az olyan cégeknek, akiknek nehezebb a kötvényhez megfelelő rétinget szerezni, és tudnak kibocsátani kötvényt, ami egy jó irány. A kérdés az, hogy ugye ennek az a feltétele, hogy egy pénzintézet, akinek legalább ez a B+-os minősítése van, álljon a kötvény mögé. Ez igazából meg tudja nyitni sok vállalkozás, vagy vállalat számára az utat a kötvény irányában, de ez tényleg az, hogy egy olyan banki kapcsolat legyen, ami ezt a bizalmat megadja az adott cégnek, és amit még meg kell érezni, hogy ez költségben jelente kedvező feltételeket, vagy bármilyen feltétel szempontjából kedvezőbb helyzetet az ilyen vállalkozásoknak, mert természetesen egy bank, amikor kezesként, garantőrként beáll egy ilyen kötvény mögé, azt természetesen pénzért csinálja. Úgyhogy ez egy feltétel, aminek még a hatása az számomra egy kérdője, de azt gondolom, hogy meg tud nyitni új cégek számára is kötvénypiacot, csak ennek az ára és a banki hozzáállás, ami egy kérdés. Pár dolgot hozzátennék, vagy elkezdem legalábbis. Ugye kezdjük ezzel a 20 évvel, meg a 20-50 milliárddal. Ugye nyilván azt nem tudom megítélni, az MNB nyilván szondázza folyamatosan a piacot, ők látják az ügyfeleknek a pipeline-ját, hogy merre kell mozdítani a programot, merre van igény. Azzal, hogy megemelték 20-ra 50 milliárdra, nyilván nagyon nagy méretű cégek is beléphetnek ide. Mi az ügyfélkörünkben sok-sok ügyféllel beszélgetvén az eddigi, tehát ez nem volt akadály eddig az eddigi 20 milliárdos limit. A 20 év elképesztően hosszú idő. Beszélgetve hitelminősítőkkel, hát nagyon-nagyon szigorúan fognak neki látni, elemezni azt a céget, aki 20 évbe gondolkodik. Ha csak azt nézzük, hogy akár Németországban is mi az átlagos élete egy vállalkozásnak, ugye ez a 20 év, ez nagyon komoly határokat feszeget, nem is olyan egyszerű benchmarkot találni hozzá, úgyhogy én magam is kíváncsian várom, hogy ügyfelek ehhez mit szólnak, vagy merre lehet ezt tovább vinni. 20 éves vállalati kötvényt ma Magyarországon, én megmondom őszintén, nagyon nagyon nehezen látok eladhatónak, így látom én ezt a képet. Itt ugye a kezességgel, garanciával kapcsolatban, amit említettünk, hogy ugye a hitelminősítését a kötvénynek ezzel ki lehet váltani, ugye ez is egy olyan feltétel, ami valószínűleg azt hivatott szolgálni, hogy azok a cégek, akiket a járványhelyzet nehezebben vagy súlyosabban érintett, ők is képesek legyenek részt venni a kötvénykibocsátásban. Ugye az ő esetükben merülhet fel az, hogy a hitelminősítő az alul minősíti őket, és ezért nem tudnak megfelelni az elvárt legalább B+ minősítésnek. Amit viszont így eddigi kibocsátásaink során, illetve más kibocsátások során is láttunk, az az, hogy
bár a terméktájékoztatóban nem jelenik meg az az elvárás, hogy biztosíték nyújtása az részvételi feltétel legyen, de ez nincs is kizárva, tehát azon túl, hogy valóban itt a hitelminősítést el lehet kerülni olyan esetben, hogyha egyébként hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól garanciát szerez az adott kibocsátó, de ennek vannak alternatívái is, amivel nem minden cég élt eddig. Ennek több oka is lehet. Ilyen alternatíva lehet például egy erősebb anyavállalati garancia, vagy bármilyen olyan garancia, vagy kezesség, amit adott esetben egy cégcsoporton belüli pénzügyileg erősebb tag tud nyújtani. Ennek ugye az a költségvonzata, ami egy külsős garanciával, vagy kezességgel kapcsolatban felmerülhet, jóval alacsonyabb értelemszerűen. Most a kibocsátással kapcsolatosan sok könnyítés hangzott el, illetve a minősítéssel kapcsolatosan is. Mégis a turbulens időszak előtt állunk, ez azt jelenti, hogy könnyebb lesz, vagy nehezebb lesz a kibocsátók dolga? Mert van csak kettő, aki már kibocsátott kötvényt, de még az adósság szolgálati kapacitása nem ért el a határait, és ebben az új helyzetben ez a tervek meg a várakozások szerint ez így marad, ott nyilvánvalóan ott van lehetőség, ott is újabb kibocsátás, és ott ez egy könnyebb menet lenne. Aki újonnan jelenik meg, tehát újonnan kerülne bele az NKP programban, ott annyiból tartom én most nehezebbnek a helyzetet, hogy ugye itt nagyon jól kell tudni azt megtervezni, hogy az adott cégnek a likviditása, a rövid távú helyzetnek a menedzselése, illetve a hosszú távú tervek, mi a jó konstrukció, meg mi a jó finanszírozási struktúra, illetve a meglévő mondjuk finanszírozója, vagy esetleg új finanszírozókat hogyan tud ebbe bevonni. Ehhez meg szerintem az szükséges, hogy azt jól össze tudja rakni, állítani az adott cég, hogy pontosan hogyan alakulnak majd az üzleti számai, és milyen módon lehet ezeket a terveket, amik a következő évekre vonatkoznak, alátámasztani, bemutatni. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben most egy alapos átgondolást, talán még sokkal jobb átgondolást igényel, mint akár csak néhány hónappal ezelőtt. Ami talán segíteti ezt a dolgot, az, hogy tényleg számos szubvenció program jelenik meg. Tehát emiatt több olyan eszköz is van, ami tudja segíteni a vállalatokat. Viszont ennek pont a számossága, meg az újszerűsége bizonyos esetekben az szerintem egy szintén egy átgondolást igényel. És amikor ezzel az ember kész van, és nagyjából összerakta a terveit, meg a várakozásait, akkor lehet szerintem jól megalapozottan menni úgy egy kötvényprogramba, egy ratingre, hogy minél kisebb legyen annak az esélye, hogy az ember mondjuk nem megfelelő minősítést kap. Azt szeretném hozzátenni, hogy kialakult egy gyakorlat, egyfajta rutin a tanácsadók részéről. Nyilván egy cégnek minden első minősítés nehéz, de ez kezd jól menni. A hitelminősítők egyértelműen egy kicsit óvatosabbá váltak most, mióta a vírus helyzet itt kialakult, tehát annak a következményeként a gazdasági kihívások. Egyértelműen látszik, hogy azon ügyfeleink, ahol már minősítés született, rettentő sok kérdést kapnak, tehát már egy minősítés után, hogy most gyorsan magyarázzák el, hogy hogyan érinti őket, vevőiket, szállítóikat, helyzetüket, likviditásukat, bármit a kialakult helyzet. Illetve azt veszem észre, hogy most egy picit az a tapasztalatunk, hogy egy picit az új minősítés egy kicsit lassabban megy, még több kérdést tesznek föl erre a bizonyos elmúlt néhány hónapra, hogy ez bármilyen számot, mutatót, mennyire érintett egy cégnél naturáliát, mennyire kellett átállni a más munkarendre, milyen egészségügyi gondot jelentett ez a dolgozóknak. Úgyhogy
Úgyhogy a rutin már megvan egy kicsit a piacon, viszont most egy kicsit lassulást látok abban, hogy még egyet több, szigorúbb dioptriával nézik a hitelminősítők az ügyfeleket. Ez így igaz. Még annyit tennék hozzá, hogy én azt gondolom, hogy abban igazatok van, hogy a rating cégek azért ezt konzervatívan fogják pont emiatt figyelembe venni a cégeket, és pont emiatt van szükség arra, hogy átgondolják az adott esetben a kibocsátók a terveiket, és jól megalapozzák. Igen, csak egy kis reflexió a hitelminősítőknek a szerepére. Ugye egy hitelminősítőnek itt adott esetben nagyon komoly szerepe lehet, ad abszurdum élet vagy halálúra lehet egy társaság esetében, hiszen a legtöbb kötvényben szerepel a leminősítés elleni vételem, azaz egy bizonyos szintű leminősítés után a kötvény az lejártá válik, és ha ebben a helyzetben kapkodva meghoz egy döntést, hogy leminősít egy már meglévő kötvényt, az adott esetben jelentheti azt, hogy a kibocsájtónak lejárta válik a kötvénye, és a teljes összeget vissza kell fizetni, ami hát értelemszerűen sosem jön jól, de egy ilyen helyzetben meg különösen megnehezítheti az ő működését, adott esetben az ő a bezárásához, vagy a csődjéhez vezet. Azt akartam még hozzátenni egyébként, hogy több ügyfelünktől visszajött már, hogy önmagában az, hogy a hitelminősítő dolgozik velük, nyilván együtt a tanácsadóval természetesen, ez már önmagában szinte megérte. Nyilván a fő cél maga, aztán a forrásnak a bevonása, csak azt gondolom, hogy nagyon sok cégnek jót tett. És jót tesz, most, hogy a válságos helyzet van, átgondolni, hogy milyen kérdésekre kell tudatosan felkészülni, hiszen igazából fel lehet fogni a szkópot is úgy, hogy kézenfogva a cég tanácsadójával átgondolja az egész cégnek a működését. Abszolút egyetértek, és erre számos példa van tényleg, tehát annélkül, hogy részletekbe belemennénk, tehát mi is a legtöbb esetben ezt a visszajelzést megkaptuk az ügyfelektől, és nem véletlen egyébként, ha végignézünk a kibocsátókon, hogy azért én arra számítok, hogy ezen cégek azért előbb-utóbb a kötvény mellett más terméket is megjelennek majd a tőzsdén. Tehát magyarán ez valóban egy jó előszoba arra, hogy csak amit ugye a Linda is korábban említett, a transzparensebb működés irányába, és egyébként ez egy jó teszt lesz ebből a szempontból szerintem. Nyilván senki nem kívánja ezt, vagy kívánta ezt, de jelenlegi gazdasági helyzetben ezek a cégek hogyan állnak meg a lábukon, mert hogyha itt sikerül a bizalmat megőrizni, a ratinget, a befektetők bizalmát, akkor azt gondolom, hogy ez egy hosszú távon, amikor már visszatér a gazdaság, akkor a rújabb, akár kötvénykibocsátásokkal, akár majd a tőzsdére lépéssel könnyebben lehet majd talán élni. Ez így van. Ugye elsőre ez egy nagy befektetés, hogy heteken, akár egy-két hónapon át együtt dolgozni a cég részéről, a kibocsátó részéről is egy nagyobb csapatnak, de az így megtanult leckét nagyon jól lehet aztán kamatoztatni. Későbbi egyéb más forrás bevonásokkor, ne adj Isten, mint egy ilyen első fázisa egy későbbi tőzsdére menetelnek. Végezetül fel kell tennem azt a kérdést, hogy hogyan tudtok most home office-ból dolgozni egyáltalán, akár az egyeztetés az egyes felekkel a kötvényprogram kapcsán tud-e működni, mik a tapasztalataitok? Nagyon érdekes, de nagyon, nagyon kedvezőek a tapasztalataink. Ugye viszonylag hirtelen jött mindenkinek, mi pénteken hazavittük a laptopjainkat, és a hétvégén megszületett a döntés a bankunk vezetőségében, hogy hétfőtől csak az menjen be az irodába dolgozni, akinek feltétlenül nagyon muszáj. Ugye ez volt március elején, a március 15-i hétvégén eszkalálódott el annyira a helyzet, és születtek meg azok a súlyos döntések az egész országban, hogy hétfőtől radikálisan megváltozik az élet. Én azt gondolom, hogy mi elég jól reagáltunk erre, és hát ugye mi pont egy kibocsátásnak a hajrájában ért minket ez a viszonylag radikális változás, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind a saját kollégáink, akik részt vesznek egy ilyen tranzakciónak a lebonyolításában, akár a kereskedési osztályon, akár a back office területen, tehát ők is nagyon rugalmasak voltak, de ugyanennyire rugalmas és fantasztikusan segítőkész volt a tőzsde, az MNB, a Keller, tehát hirtelen mindenkinek
mindenkinek megoldódtak azok a aprócseprő ügyei, amik korábban adott esetben sokkal kevésbé gördülékenyen mentek, tehát maximális támogatást kaptunk minden szereplőtől ahhoz, hogy április elején egy teljesen otthonról lebonyolított tranzakciót tudjunk csinálni. Ugye egy kibocsátás egy elég szigorú zárt folyamat, mindennek megvan a helye, hol kell aláírni, melyik eredetiben, címpéldány. Az ember sokat kínlódik azon, hogy mindent időre teljesítsen, és mindenki áttudta annyira az összes szereplő, aki ebben részt vesz, a befektetőktől kezdve a Kelleren Béten át az MNB-ig, annyira átalakítani a saját mechanizmusát, méghozzá villámgyorsan, de 24-48 óra alatt, a siker, hogy ne gátoljon meg egyébként egy jól haladó tranzakciót, hogy sikerült megcsinálnunk az ügyletet. És hát ez mindenki dicséret illet az összes szereplőt, aki ebben részt vett. Én itt a végén hagyj említsem meg egy kedvenc jelenetemet, ez egy gyárlátogatás volt virtuálisan. Ugye ez az a pillanat, amikor a hitelminősítő nem csak kérdéseket tesz föl, hanem meg szeretném megnézni magát a kibocsátót, magát a céget. Ugye régiben azt nem gondoltam, hogy ez mehet úgy, hogy átküldünk egy rövid filmet az üzemegységről, majd utána egy Skype-on elmagyarázzuk, mit láttak. Mit látnak közben a monitoron, de jelentem, ez rendesen működött. Hát ennek a szellemében szerintem érdemes lehet, vagy akár személyesen, akár újra egy virtuálisan, akár egy következő meeting request adást is szenni a kötvényprogrammal kapcsolatos újabb tapasztalataitoknak, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdést vetettük fel, amire a közeljövő fogja megadni a választ, és a közeljövő gyakorlata fogja majd igazából megválaszolni. Nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak a részvételt, hamarosan új adásra jelentkezik a meeting request, és addig is arra kérjük mindenkit, hogy maradjon otthon.